Kapnak munkájuk elismerését, melyet a műsor végén Szabó Kis Károly irodalmoz majd ki. Most megkérem Juhász György esperes plébános atyánkat, hogy adják nekünk az egyház üzenetét a közelgő ünnepekre, majd azt követően kérem Valka Károly alpolgármestert is, hogy tolmácsolja a városvezetés üdvözletét. Jó estét kívánok! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott köszöntést, jó kívánságot is, imának tekintem. Hagyat Pál apostol is így ad. Tehát akár esztek, akár isztok, vagy bármi más esztek, tegyetek mindent Isten dicsőségét. Tudtam be, hogy mit kell beszélnem, azért így többet kell beszélni a plébános. De ezt nem tudom, először köszönöm is, beköszönöm a gyerekeknek, mert gyönyörű műsorban. Köszönöm azoknak, akik tanították őket, akik foglalkoznak velük, mert azt hiszem, hogy ez a mi feladatunk felnőtteknek, hogy foglalkozunk a gyerekekkel, és segítsük az ő munkájukat, és akkor ilyenkor tele van szívünk. Mert ilyenkor nehéz így beszélni. Mindenkinek a Kulai Önkormányzat nevében és a népkörelében kellemes ünnepeket kívánok, és sikerekben, boldogságban, sok gyerekben gazdag új évet. Köszönöm szépen!